Instagram oldalam, a saját magánoldalam is egyben van az üzletnek az oldalával. Körülbelül 8 éve kezdtem el használni, akkor inkább magánjelleggel, és mivel akkor még csak tanultam a szakmát, elkezdtem posztolgatni, amiket otthon sütöttem. Egyre többen jelezték vissza, mert nem csak az ismerőseim követtek, ugye egyre jobban fellendült az Instagram közösség is, és elkezdtek idegen emberek is bekövetni, vagy ismerősök ismerősei. És igazából pont ezekből a visszajelzésekből indult nekem az, hogy saját vállalkozást indítok, szóval nagyon nagy hasznomra vált. Előbb lett ugye az Instagram oldalam, és ott kaptam annyi visszajelzést, hogy úgy éreztem, hogy lehet, hogy itt az ideje annak, hogy ezt vállalkozásszerűen is csináljam, ami ugye eddig csak egy hobbi volt, tehát nagyon sokat hozzátett az Instagram ahhoz, hogy idáig eljussak, hogy ennek tényleg egy hátteret is adjak ennek az otthoni sütögetésnek. Ezt egy olyan felületnek használtam, ahol a vendégekkel folyamatosan tudok kommunikálni. Azért ez egy nagyon jó felület volt arra, hogy ott ezt közvetítsem, hogy éppen aki mondjuk törzs vendégünk és visszajár, ő mire számíthat aznap. Főleg a fotókat és a videókat szoktam használni. Videózásban szoktam olyan gyorsított videókat, ezek timelapse-es videókat csinálni, amiben mondjuk látszik egy folyamat, hogy egy tortát hogy töltök be, vagy egy beiglit hogy csavarok össze. Az kicsit talán izgalmasabb a vendégek számára, hogy így belelátnak a kulisszák mögé. Ezt az albumozást, ezt pont így tapasztalgatom. Most kezdtem el kicsit profi fotókat is készíteni a sütikről, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy ebben is fogok fejlődni. Illetve hát az Instagram story, azt hiszem, hogy mindenki nagy kedvence lett mióta van, úgyhogy persze azt is sokat használom. Nem használok hirdetést, tervezem, hogy lehet, hogy fogok. Most kezdtem el erre figyelni, most kezdtem el használni az Instagramnak a business oldalát egy új Instagram oldallal, ami már az üzleté lesz csak, és nem lesz a személyes oldalammal egybekapcsolva. Ott ugye erre sokkal több lehetőség van, hogy használjuk a követőknek a felmérését, mindenről készít egy kalkulációt. Ott nagyon elkezdtem erre figyelni, hogy kik a fő követők. Szeretek mindent én csinálni, tényleg a süti kikísérletezéstől kezdve a vége mozzanat, amíg befotózom és feltöltöm, és abból kapom a visszajelzéseket. Mivel nincsen kint mondjuk egy fix kínálatunk, mert ugye ez is mindig változik, ezért nagyon sok az olyan ember, aki mondjuk ez alapján a fotók alapján jön, kifotózza, elküldi, hogy ő ezt szeretné. Igyekszem minél változatosabb fotókat is kirakni, hogy nyilván minél jobban megismerjenek minket is, a kínálatunkat is. Egyrésztről ezt tudnám tanácsolni, hogyha valaki elkezdi legörgetgetni a fotókat, akkor ne az legyen, hogy három soronként ugyanazok a fotók jönnek szembe. A másik, nyilván mindenkinek azt tanácsolom, hogy valami olyan szakmában kezdjen el ilyen fotókat gyártani, amit szeret csinálni, mert ugye ott van a lelkesedés minden kép mögött, az, hogy én mondjuk azért szeretem a saját fotóimat, mert szeretem, ami rajta van, ezért szeretem őket fotózgatni, szeretek vele babrálgatni órákon keresztül, hogy minél minőségibb kép legyen. Ez is szerintem nagyon nagy szempont, hogy minőségi legyen egy fotó, és ne egy ilyen homályos, kicsit rossz fénykörülmények között készített kép, mivel ugye ez az egész Instagramozás, ez a fénykép megosztásról szól. A sikerem titka szerintem a személyes hangvétel és a kommunikációban rejlik, az, hogy tényleg nem egy arctalan valaki van ott egy ilyen profil mögött, hanem igyekszem minél személyesebb hangnemet megütni a követőkkel, és hát az a tapasztalatom, hogy van is rá igény, sokukkal jönnek úgy be, hogy én írtam neked itt, én írtam neked ott. Szerintem ez nagyon fontos, hogy tartsuk velük a kapcsolatot, akár egy kép alatt kommentekben, akár a privát üzenetezésekben, amire most már ugye ott is lehetőség van, úgyhogy mindenképpen ez a személyesség, amit mondanék.